Sziasztok! A mai videóban egy tudományos kísérletet fogok elvégezni. Na jó, azért ennyire nem komoly a dolog, de valóban két apró kísérletet fogok megcsinálni, ugyanis ma a Pampers Premium Care pelenkát fogom élesben tesztelni. Ugye halljuk mindig a reklámban, hogy nagyon jó a nedvszívó képessége, meg szárazon tartja a baba bőrét, úgyhogy a mai videóban azt fogom letesztelni, hogy valójában hogyan is működik ez a pelenka. Ezúttal is lesz lehetősége arra 20 anyukának, illetve a gyermekének, hogy teszteljék ezt a Pampers Premium pelenkát, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem. A pelenka reklámok láttán többször elgondolkodtam már azon, hogy letesztelem a pelenkát, hogy valójában hogyan is működik ez a nedvszívó képesség, mivel amikor például pelenkát cserélek pincének, nem igazán szoktam azzal foglalkozni, hogy most tanulmányozzam a használt pelenkát, hogy az hogyan is vezette el ott a nedvességet, meg ilyesmi. De nem is húzom tovább a szót, hanem inkább vágjunk bele a két kis kísérletbe, és nézzük meg, hogy hogyan is működik valójában a Pampers Premium Care pelenka. Az első teszthez kelleni fog 100 ml víz, amit stílusosan cumis üvegbe tettem bele, és kékre színeztem, hogy még jobban látszódjon majd, hogy mi történik vele a pelenka belsejében. Van itt még egy olló, egy papírzsebkendő, illetve természetesen kelleni fog a Pampers Premium Care pelenka is. Kezdhetjük a tesztet! A kék színű vizet beleöntöm a pelenkába, amit ezután jó alaposan megmozgatok, ezzel próbálom imitálni a baba mozgását. Először jöhet a zsebkendő teszt. Rányomok a pelenkára egy papírzsebkendőt, ami szinte teljesen száraz maradt, ez azt jelenti, hogy a Pampers Premium Care pelenka szárazon tartja a baba bőrét. Itt pedig láthatjátok, hogy a mozgás ellenére sem gyűlt össze egy helyre a nedvesség, egyértelműen kirajzolódik a három csatorna, ami egyenletesen vezeti el a nedvességet a pelenka belsejében. Hogy még jobban lássátok, kettévágom középen a pelenkát, és így már egyértelműen kirajzolódik a három nedvesség felszívó csatorna, amelyeknek köszönhetően a bababőre száraz marad, így például éjjel is nyugodtan tud aludni, hiszen nem ébreszti fel a nedves pelus. A következő tesztben egy normál pelenkával hasonlítom össze a Pampers Premium Care pelenkát. Ehhez kelleni fog mindkét pelenka belsejéből a nedvességgel vezető fátyolszerű nedvszívó réteg, két átlátszó műanyag pohár, két hajgumi, egy színes tusfürdő vagy sampon és egy kis kanál. Első lépésként a nedvszívó réteget ráerősítem a műanyag pohár tetejére a hajgumi segítségével. Azért kell átlátszó pohár, hogy lássuk majd, hogy mi történik a pohárban. Ezután nyomok a tusfürdőből a nedvszívó rétegre, majd egy kis kanál segítségével megpróbálom átnyomni a tusfürdőt az anyagon, ezzel próbálom imitálni a baba mozgását, hiszen ők is belenyomják valamennyire a pelenkába a kis testükkel az oda került dolgokat. Láthatjátok, hogy a normál pelenkánál szinte semmi nincs a pohárban, a tusfürdő megül a nedvszívó réteg tetején. A Pampers Premium Care pelenkánál viszont a tusfürdő szinte magától átfolyik az anyagon, de azért itt is rásegítek a kanállal, és már láthatjátok is a tusfürdőt a pohár alján. Ez azt jelenti, hogy a Pampers Premium Care pelenka szinte egyből a pelenka belsejébe vezeti a nedvességet, így segít minél inkább szárazon tartani a baba bőrét. Szerintem a két teszt alapján jól látszódott, hogy ez a Pampers Premium Care pelenka hogyan vezeti el a nedvességet ezzel a három nedvszívó csatornával, illetve hogy szárazon tartja a baba bőrét, mert hogy ugye ez a fedőréteg, ami a pelenkán van, ez azonnal a pelenka belsejébe vezeti a nedvességet, ezzel ugye növeli a baba komfortérzetét, és hát ugye az sem mellékes, hogy így ezért csökkenti az irritációnak a lehetőségét is, ami szintén nagyon fontos, hiszen a babák bőre nagyon érzékeny. Ahogyan a videó elején is mondtam, ezúttal is lehetősége lesz 20 anyukának, illetve a gyermekének, hogy teszteljék a Pampers Premium Care pelenkákat, és az ő tapasztalataikat meg fogom majd osztani a blogon egy bejegyzésben. Úgyhogy, ha szeretnétek tesztelni, akkor olvassátok el a videó alatti leírásban található tudnivalókat, és jelentkezzetek mi hamarabb, hiszen csak az első 20 jelentkezőnek lesz lehetősége tesztelésre. Én nagyon élveztem ezt a kis kísérletezgetést, remélem, hogy nektek is tetszett. Hogyha igen, akkor kommenteljetek és lájkoljátok ezt a videót, ha pedig még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!